Sziasztok! Itt van Anti, itt van Amira, és itt van anya is. Éppen indulunk a Tesco-ba, mert csilis babot fogunk főzni. Igen, és ahhoz kell bevásárolni. Igaz, Anci baba? Mi van itt a szátszérén van? Nem is láttam, valami reggeli maradék. Paricsot reggeliztünk, meg a csajok megfeleztek egy banánt, de bekoppantottad a buksidat. Aztán felöltöztünk, útközben beugrunk a templomba, mert tegnap nem jutottunk el, aztán megígértem a Joynak, hogy ma benézünk hozzá. És ott van egy játszóház, és úgyhogy a csajok majd fognak tudni egy kicsit játszani is. Amira az mászik rám ezerrel. Itt van. Itt ácsorog. Nagyon csinos. Nézzétek meg, milyen csinos. Igen. Nagyon csinos vagy. Úgyhogy így indul a reggel. Danit nagyon nehéz volt felkelteni. Most már úgy ébredezik, éppen a kávéját iszta. Aztán, ha ő is magához tért, mi már kész vagyunk, és akkor indulunk is. Megvan a Tesco-s bevásárlás. Amira aludt is egy nagyot, most már ébren van. Anci meg kihasznált, hogy a Tesco-ban van ingyen gyümölcs a gyerekeknek, úgyhogy benyomott két mandarint, mivel megvettünk mindent a chili con carnéhez, és apa arra készül, hogy nagyon finomat főzzön nekünk. Igen. Lesz benne étcsoki, meg mindenféle földi jó, ami kell vele. Füstölt halapennyó is lesz. Meg szerintem a szalt paradicsomot is rakhatnánk bele. Úgyhogy nagyon finom lesz. Aha. Finom ebédünk lesz, és nagyon jó délelőttünk volt, sétáltunk egy nagyot. Aztán most meg már úton vagyunk hazafelé. Igaz, baba? Ancsi meg itt köhécsel, baba kocsiban, mert iszik, de már vagy 20 perc rágja azt az üveget, és néha félre nyeleget vele. De nincs meg fázanak semmi ilyesmi, csak hülyeskedik a vízzel. Sziasztok! Tegnap nem fejeztük be a videót. Nem, most nem ész? Eddig táncoltunk. Tegnap nem fejeztem be a videót, mert olyan gyorsan elment a délután, aztán este meg mentem dolgozni, hogy nem volt rá időm. Úgyhogy most már kedd reggel van, beérjük a health visitort, jön megnézni Annát meg Amirát. Én nemrég értem haza, vagy hát mi, mert a lányokkal együtt elmentünk a házi orvoshoz. Aztán egy kicsit rendet raktam, elmosogattam, most meg várjuk a health visitort. Úgyhogy ez a mai program, délután már itthon leszünk, jót sétáltunk a lányokkal, Ancsi végig gyalogolt szinte, úgyhogy egy kicsit elfáradt ő is, amire olyannyira elfáradt, hogy most éppen alszik. Majd meglátjuk, mihez kezdünk délután. Én arra gondoltam, hogy építőkockázni fogunk, mert amire mostanában rendszeresen oda megy ahhoz a dobozhoz, amiben azokat tartjuk, és rágogatja. Úgyhogy gondoltam, hogy biztos tetszene neki, hogyha Ancsival építünk valamit, amit ő aztán lerombolhat. Úgyhogy ez a mai terv. Dani dolgozik, 8-ra ment, úgyhogy együtt indultunk itthonról. Most meg csak így táncoltunk Ancsival. Felvettem ezt a ülőkét, amit így derékre lehet csatolni, és hát egy jó 20 percet táncoztunk, azért is vagyok így leizzadva.
Úgyhogy nagyon jól telik a napunk. Azt akartam még mondani, hogy tegnap elkészült a csilisbab, és nagyon nagy sikere lett, amire is imádta, meg Anna is két pofára ette, úgyhogy nagyon íz lett mindenkinek, még van is belőle, úgyhogy azt fogjuk enni ma is. Ne védd el a telefonomat. Na, most volt itt a health visitor, és igazából el volt ájulva a lányoktól. Azt mondta, hogy nagyon szépen fejlődnek mind a ketten. Amirát le is mérte, 8200 gram körül van. Annát majd októberben fogja, mert akkor fog ilyen két éves felülvizsgálatot csinálni. De el volt ájulva tőle, hogy Amira milyen ügyesen átsorog már, meg lépked, meg hogy Anna milyen jól beilleszkedett a családba, hogy milyen cukik együtt. Úgyhogy megdicsértek minket nagyon. Jaj! Ó, Isten! Most meg ebédeltünk, még maradt egy kis csilisbab tegnapról, azt szeret mindenki, agyaim! Most álltál először kapaszkodás nélkül, ezt észrevetted? Hogy elengedted a hajamat és álltál? Észrevetted? Hát nagyon ügyes vagy! Láttátok? Mondjuk nem láttátok, mert engem láttatok. Hopsz, most meg kiverték a kezemből a telefont. De Amira felállt, kapaszkodva a hajamba, és utána el... Anna, ne verd ki a kezemből a telefoncitus. Ott van Anna Mini. Őt meg át kellett töltöztetni, mert úgy összekakálta magát, hogy teljes szerkócsere volt. Add meg a baba! Na, szépen játszani. Jó, gyerekek? Anna, szépen. Ne feküdj rá a babára, azt nem szereti. Anna. Na jó, kikapcsolom. Itt telik a délutánunk a csajokkal. Itt birkózunk a szőnyegen, az akvárium előtt. Most rángattam le Annát Amiráról, mert úgy megszeretgett, hogy a baba más írt. Aztán Anna mindjárt megy aludni, mert olyan egy óra körül van, és szerintem Amirát is megpróbálom lerakni, ő mondjuk aludt délelőtt elég sokat, úgyhogy nem biztos, hogy fog aludni, de egy kis csendes pihenőre őt is le fogom rakni. Úgyhogy ez van. Sziasztok!